Egy vevő a napi több száz közül ebben a forgalmas dohányboltban a Baross utcán. Jó helyen van az üzlet, ráadásul a hétvégén meghosszabbították a nyitvatartást, úgyhogy ők egyáltalán nem panaszkodnak a forgalomra, ha nem is dübörög, de jól pörög a trafik. Pozitívak a tapasztalatok, jön sok magyar, de mellette külföldiek is, főleg szlovákok is, főleg csíkban visznek cigarettát, valamint dohányokat is visznek zacskósat. Pénteken és szombaton tovább tartunk nyitva, ekkor főleg fiatalok jönnek, ők inkább szeszes italokat visznek, üdítőket is, mellette egy-egy doboz cigit. Kettő marmigold. Aha. Jön akkor. Magyarok és külföldiek is szívesen vásárolnak a boltban, sokan egész csíkkal vesznek füstölnivalót, hétvégén pedig rengeteg a 20 éves fiatal, akik üdítőt vagy szeszes italt pakolnak a kosarukba. Ha valaki gyerekkel érkezik a trafikba, az sem okoz gondot, akár vigyáznak is az apróságra, amíg a szülők cigarettát vásárolnak. Az emberek elfogadták úgymond a körülményeket, tehát hogy le kell sötétíteni az ajtókat, akkor a személyigazolványt kell elkérnünk, abszolút pozitívak a tapasztalatok. Ebben a boltban a forgalom alapján azt se tapasztalják, hogy visszaesett volna a cigarettaforgalom, amióta beindultak az állami dohányboltok. Pedig a NAV most közzétett statisztikái szerint így van, amíg júniusban még több mint 1 milliárd szál cigarettát értékesítettek a gyártók, addig júliusban már csak mindössze 623 milliót.